Ma van a Magyar Szórvány napja. 2015. novemberében nyilvánította az országgyűlés a hónap 15. napját Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának évfordulóját a Magyar Szórvány napjává. Az alkalomra tematikus nappal készült a közmédia. Itt az M1-en is többször foglalkoztunk vele, és most is így fogunk tenni Szemtől Szembe című műsorunkban. Jó napot kívánok, Somorjai Balázs vagyok. Nehéz volna pontosan megmondani, hány magyar él Szórványban. Becslések persze vannak, ezek nagyjából 200 ezer és 1 millió fő közé teszik a számukat. Még egyszer tehát, ez a Szórványban élő magyarok lehetséges száma, de rajtuk kívül ott vannak még a több magyarság tagjai is. Mi ma az első csoport helyzetével foglalkozunk két meghívott vendégünkkel, Pászkán Zsolt Románia szakértővel, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Illetve Deák Dániellel, a Nézőpont intézet elemzőjével, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egészen hihetetlen, de igaz. Európában minden hetedik, nyolcadik polgár valamelyik nemzeti kisebbségnek a tagja. Nem Szórványban élő nemzeti, nem feltétlen Szórványban élő, de nemzeti kisebbség tagja. Mi magyarok viszont talán még több tekintetben is különbözünk a többiektől. Igen, hát egyrészt azért, mert a mi szorványjá válásunk mesterséges módon jött létre, tehát gyakorlatilag külső hatalmak akaratából váltunk szorványjá sok területen, részben úgy külső hatalmak, hogy dönnök hatalmak, másrészt pedig az utódállamok hatalma által is erőszakos betelepítésekkel, kitelepítésekkel, lakosságcserékkel. Sajnos az elmúlt majdnem 100 éves történelmünk rengeteg változatát mutatta be az elszorványosodásnak, és van egy természetes, úgymond önkéntes szorványosodás is, ezt nevezzük nevén asszimiláció, tehát amikor mi magunk adunk föl bástyákat, vagy adjuk föl önmagunkat. Remélem, hogy ezek a, főleg az asszimilációt még vissza tudjuk fordítani, mint ahogy beszéltünk az elején, a végén majd szó lesz a kormányzati tevékenységhöz, de annyit megelőlegeznék, hogy az a kezdeményezés, hogy a Magyar Óvoda programban, a vegyes családokban élő gyerekekre is gondolnak, én ezt egy nagyon fontos és hasznos lépésnek tartom. Igen, nem mondhatunk le azokról a gyerekekről sem, akiknek egyik szüleje nem magyar származású, vagy nem magyar etnikumú, ők is fontos tagjai lehetnek a közösségünknek. El fogunk jutni idáig is, de először nézzük, hogy milyen eltérő nehézségekkel néz szembe a Szórvány, illetve a több magyarság. Nyilván mindegyik csoportnak megvannak a maga nehézségei, de a Szórvány az egy szigetet jelöl igazából, tehát egyfajta izoláltság jellemzi. Nagyon fontos, hogy a Szórványban élő magyarságnak az asszimilációja az sokkal inkább előrehaladott állapotban van, és itt több olyan típus van, több olyan megoldási javaslat van, amellyel ezt az asszimilációt meg lehet ellenezni, állítani, és az egyik legfontosabb pont az mindig a nyelvi kultúrának a megőrzése, tehát a nyelv az, a magyar nyelvnek a megőrzése, ápolása és fenntartása az, ami a legelsődlegesebb szempont, hogyha ez megvan, akkor mindenképpen elősegíthető az, hogy az asszimiláció az megakadályozódjon, és ebben láthatunk jó törekvés most az elmúlt időszakban, tehát az, hogy mondjuk különböző cserediákprogramok keretében járnak a diákok oda, illetve az, hogy most ugye a határon túli szavazati jog is ki van szélesítve, tehát a nemzeti politikai nemzetbe is be vannak vonva ezek az emberek. Ez mind-mind elősegíti azt, hogy a nyelvi hagyományokat megőrizzék, és anyanyelvként tekintsenek a magyarságukra, és nem hiába most látjuk Ukrajnában, Romániában, de Szlovákiában is, hogy mindig az elsődleges támadás a határon túli magyarokkal szemben, az mindig a nyelvet érinti, tehát a oktatási törvény, nyelvi törvény, ezek mind-mind azt segítik elő, hogy ezt az asszimilációt felgyorsítsák, és ezért rendkívül fontos és elsődleges szempontnak azt kell mindig a határon túli magyarokkal kapcsolatosan megfogalmazni, hogy a nyelvet ápolják, és az oktatási intézményekben mindenképpen el lehessen érni azt, hogy anyanyelvi szinten tanulhassák a magyar nyelvet az ottani határon túli diákok. Igen, próbálom kicsit lassítani a beszélgetést, mert majd ezt a témát is fogjuk érinteni. Igen, tehát az elején volt egy bevezetés, hogy ne hallgassuk a Szórvány nap kialakulása is kimondottan egy alulról építkező dolog, hiszen 2011-ben az RMDSZ kezdeményezte, az RMDSZ dévai kongresszusán jelölték ki a Szórvány napja, akkor csak lokálisan, tehát csak az erdélyi
szorványságra, partiumi bánsági szorványságra gondolva, ezt aztán az Erdélyi Magyar Néppárt is átvette, és aztán lett 2015-ben a Magyar Országgyűlés által is megszavazott, és most már az egész Kárpát-medencére kiterjesztett szorványnap. Tehát ne hallgassuk el, hogy ez egy alulról pont a szorvány felől kezdeményezett lépés volt, tehát ez egy nagyon fontos, hogy a maga, és pont erről beszélünk, hogy a nyelv, hiszen a magyar nemzet elsősorban egy nyelvén alapuló közösség, és ezért nagyon fontos, hogy a maga közösség is tegyen, tehát a szorvány közösség ne egyszerűen csak elszenvedője legyen a szorvány politikáknak, hanem igenis kezdeményezője, irányítója, megrendelője, hogy úgymond, hiszen ahány szorvány, éppen itt a stúdió előtt, és a beülés előtt beszélgettünk, hogy szorványnak nevező Kolozsvárt, amelyik gyakorlatilag az erdélyi magyar kulturális központ, és 50 ezer magyar lakja legalább, ami egy közepes magyarországi várost is ellátna, megfelelő közepes városnak. Tehát a szorványság ne tekintsük valami nagyon elmaradottnak, vagy nagyon magatehetetlennek. Inkább egy támogatásra szoruló, de önmagában is egy nagyon fontos kulturális értéket képviselő közösséget tekintsünk a szorvány alatt. Tehát ez egy fontos szempont. Érdekes, amit Deák úr mondott. Ő azt mondta, hogy a szorvány magyarság az asszimilációnak sokkal inkább kiszolgáltatott. Én meg azt gondolnám, hogy pont az elszigeteltség, persze Kolozsvárt említette példának, ahol ugye hát tömbön belüli szorványságról beszélünk, de a külső régiókban a szorványság kultúrájának, öltözködésének, nyelvjárásának, nyelvhasználatának megmaradását gondolnám én, pont ez az elszigeteltség garantálja. Nem, és itt nagyon fontos, megint, és ez sokszor vissza fog térni, a nyelvhasználat, a szorványban lét egyik fő hátránya, vagy a fő az asszimilációt elősegítő tényező az, ha úgy érzékeli, hogy tehát a magyar nyelv tudása, a magyar nyelv megtanulása, akár iskolai szinten, ne rejtsük végre alá, ez többletterhet jelent. Mondok egy nagyon egyszerűt. Általában magyar órák, vagy az óra, vagy a tanóra, tehát egy tannap elején vagy a végén voltak, legalábbis az én időmben. Ami azt jelentette, hogy a magyar gyereknek vagy egy órával a román társai előtt, vagy egy órával a román társai után előtt kell mennie iskolába, vagy ott maradt még plusz egy órát, ami azt jelentette, hogy egy magyar diák hamarabb kell, későbben jut haza, gyakorlatilag több órája van, mint egy román diáknak. Ez egy tömb közösségben nem vevődik annyira észre. Minden gyermek egyszerre jár iskolába, hiszen majdnem mindenki magyar iskolába jár, nem látszik ez a fajta különbség. Egy szorványban élő gyereknél ez kijön, tehát a kényelmi szempontok rögtön megjelenhetnek, és ha azt tapasztalja, hogy például egy hivatalban nem szólalhat meg magyarul, mert ott nem állnak vele szóba magyarul, akkor ő úgy érzi, hogy a magyar nyelvnek nincs akkora értéke. Tehát a másik illúzió, vagy a másik tévhitemivel szakítani kellene, hogy a magyar nyelv közigazgatási használatának a szorgalmazása azért van szükség, mert a határon túli magyarok nem beszélnek románul, szlovákul. Nem. Azért kell a hivatalos nyelvi státuszt megkapni a magyar nyelvnek, mert ők egyenrangúak a többségiekkel. Tehát az ő nyelvük van annyira értékes, mint a többségi nyelv. Tehát ő igenis el tudná mondani románul, de nem akarja elmondani románul, hiszen ő magyarul beszél, és az ő nyelve az egyenértékű a többségi nyelvével. És ezért kell küzdenünk. Ha feladjuk ezt a hozzáállást, ha azt mondjuk, hogy jó, hát nem baj, hogyha nem beszélek magyarul a hivatalban, mert majd úgyis megértik a románságomat, akkor szép lassan feleslegesével. Úgy érzem, hogy hát ez egy felesleges nyűg, hogy én még megtanuljak külön magyarul. Ez vezet aztán az önkéntes asszimilációhoz, a nyelv feladásához, elsatnyulásához, és utána már
gyakorlatilag az identitás váltáshoz is természetesen. És akkor el is jutottunk odáig, hogy vajon mennyire szavatolják, vagy ha nem is szavatolják, de legalább segítik elő a nemzeti identitás megmaradását az adott országok? Nagyon fontos, hogy ez egy hosszú évtizedes hát itt vita volt mind román, mind szlovák félről, tehát itt az alapszerződéseknek a létrehozása, ez egy nagyon nyögvenyelős folyamat volt. Sikerült Romániával, Szlovákiával is megalapodni ezekben a kérdésekben, hogy akkor az látszik, hogy hiába vannak szerződések, hiába vannak jogszabályokban lefektetve bizonyos elvárások és megalapodások, mindig az aktuális politikai felállástól függ az, hogy ezeket betartják-e, illetve mondjuk figyelembe veszik ezeknek a betartását. Egyszerű példa, a Szlovákiára gondolnék, ugye, amikor az egyszerűsített honosítást lehetővé tette Magyarország 2010-ben, akkor Szlovákia rögtön olyan jogszabályt hozott, hogy elveszi azoknak az állampolgárságát, a szlovák állampolgárságát, akik fölveszik a magyar állampolgárságot, és amíg a két kormány között... Akik fölvesznek bármilyen más állampolgárságot. Igen. Csak a magyarok esetében csak volt... Csak időben egy egyensés volt. Tehát az a lényeg, hogy itt is láttuk, hogy amikor a két kormánynak a viszonya rossz volt, akkor ezt a jogszabályt el is kezdték a gyakorlatban alkalmazni. Ugyanakkor, amikor most látjuk, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok azok viszonylag jó irányba terelődnek, és nincsenek ilyen éles konfliktusok a két ország között, most ilyen pillanatban nem hagyják végre ezt a törvényt, tehát majd kevés esetben hajtják végre. Ugyanakkor látszik az, hogy a pozitív jogszabályoknak a meghozatán is ugyanez van, hogyha elmérgesedik a két ország viszonya, hogyha mondjuk egy nacionalista kormány lép hatalomra, akkor rögtön nem tartják be ezeket a jogszabályokat, és bizonyos olyan eseteket is láthatunk utcanévtáblák esetében, tehát ilyen szimbolikus jelentőségű ügyekben, amikor nem tartják be ezeket a megállapodásokat, és hiába próbál nyomást gyakorolni a magyar kormány, mint hogyha nem is hallanák meg, süket füleket talál. És hát itt térnék vissza akkor a beszélgetés, ahonnan kiindultunk, hogy az Európai Unióban ugye minden hetedik, nyolcadik polgár kisebbségi, mégis ez a kérdés nem szerepel az EU-s politikák között. Ez szolgálna az a magyar kezdeményezés, a Minority Safe Pack, amire itt most a tévét felhasználva felszólít, vagy felkérem a magyarországi tévénézőket is, interneten is alá lehet írni ezt a petíciót, 1 millió aláírás kell gyűjteni, mindenki ügyeljen határon túl és határon innen, hogy egyetlen egy helyen írja alá, vagy írásban, vagy pedig az elektronikusan a saját országának az oldalán. Tehát visszatérve, ez hogy... Ez a gyűjtés csak annyi, hogyha már szóba hoztak, igen. A gyűjtés azt célozza, hogy Európai Uniós szintű jogszabály szülesen a kisebbséget kérdéséről. Tegnap beszélgettünk róla egyébként itt az adatban. Tehát, és akkor most csak ráerősítettem, hogy ezt ne felejtsük el. Tehát visszatérve, ez egy nagyon fontos, tehát a malacoknak több joguk van az EU szinten, szigorúbban védik a malacok jogait, mint gyakorlatilag 50-60 millió ember jogait ebben a közösségben, és ez úgy érzem, hogy ezen változtatni kell. Pont a katalán helyzet mutatja, hogy gyakorlatilag, ha nincs egy EU szintű megoldás erre a kérdésre, akkor egymás után fognak következni, hiszen Venetóban, Lombardiában is voltak népszavazások, tehát ezt a kérdést nem lehet hosszú ideig továbbra is szűnyeg alá seperni, és úgy tenni, mintha nem létezne. Jó, hogy szóba hozta a katalán helyzetet. Mindenképpen szeretem volna, ha beszélünk róla, tegyük meg akkor most. Ez, mintha nem segítette volna, vagy segíteni a szórványban, vagy már nem csak a szórványban élő magyarság helyzetét. Például Románia is ugye egy elég forró talaj ez ügyben, ahol mintha minden apró engedménytől nagyon félnének, mert attól tartanak, hogy ez majd területi autonómiához vezet. Nagyon fontos különbséget tenni a kisebbségek között abban a tekintetben, hogy van, amelyiknek van anyaországa, és van, akinek nincs anyaországa. Katalánok esetében arról beszélünk, hogy nincs anyaország, míg a magyarok esetében van anyaország, de teljesen más a két kisebbségnek a helyzete. És visszatérve az előző kérdésre, itt nagyon fontos, hogy az Európai Uniós megoldás azért is hangsúlyos, hiszen Izlandon és Portugálián kívül nincsen olyan ország az Európai Unióban, amely ebben a kérdésben ne lenne érintett, és ennek ellenére, hogyha tényleg nyílt jogszabálysértések a nemzetközi szerződésekkel szemben mennek mondjuk Romániában vagy Szlovákiában, az Európai Unió akkor sem lép semmit, halk szavak hallatszódnak, ugyanakkor nem látjuk azt, hogy itt egy erőteljes fellépés lenne. És itt az Európai Unión kívül ott van még az Európa Tanács, ott van még az ENSZ, tehát számos olyan nemzetközi intézmény van,
ahol igenis a kisebbségek jogait azt próbálják garantálni, hogy akkor, ahogy előbb mondtam, ez mindig az aktuális politikai széljárástól függ, hogy ezt betartják-e vagy nem. Igen, de míg mondjuk az Európa Tanács ENSZ ezek bizonyos mértékig erőtlen intézmények, az Európai Unió látjuk nagyon virgonc tud lenni, ha akar bizonyos kérdésekben, ezt a kérdést viszont jegelni, ha tudná, és hogy ne kerüljem ezt az előbbi kérdést, hogy a románok viszonyulása, sok ilyen véleményt olvastam a magyar sajtóban is, bizonyos mértékben mindigben azt éreztem, mint hogyha a román politika vagy román közélemény eddig annyira támogatta volna, hogy pont a katalán kérdés miatt most már nem támogatja. Nem, eddig sem támogatta, most legfeljebb ürügyként kapaszkodik bele. Egyrészt ezt nem hiszem, hogy a katalánokat visszatartja bármiben is, másrészt bennünket sem szabad, hogy visszatartson bármiben is. Mindenki járja a maga útját, és a jog akkor is jár, hogyha mások esetleg visszaélnének, vagy de a katalánok esetében nincs szó, sőt, és hogy akkor még megerősítsek, nem került volna ez a helyzet, nem alakult volna ki, ha lenne egy egységes EU-s politika ebben, és a spanyol kormányra rászóltak volna 2011-ben és 2016-ban, amikor a spanyol kormány, az előtti spanyol kormány által elfogadott katalán jogokat szépen visszanyesték a spanyol alkotmánybíróság segítségével. Ha akkor rájuk szólnak, és mondjuk kötelezett szegési eljárással fenyegetik meg Spanyolországot, akkor nem alakult volna ki a 2017. október 1-i helyzet sem valószínűleg. Térjünk vissza a határon túli magyarsághoz. Nagyjából 2 percünk maradt, és ha az elején pedzegettük már, akkor beszéljünk a végén róla. Itthon, mintha a politikai oldalak mentén particionálódna, hogy hogyan állnak hozzá a határon túli magyarsághoz. Nem a választók, a politikusok. De lassan, a rendszerváltás után lassan 30 évvel is itt tartunk még? Elég csak megvizsgálni az elmúlt 10 évet. Amikor MSZP-SZDSZ kormányok voltak, akkor a nemzetpolitikai törekvések azok mindig háttérbe szorultak, tehát a külpolitikai dimenziónak mindig az atlantista megfelelés volt az elsődleges szempont, nem a határon túli magyarság. Elég csak például, amikor 2002-t követően a Vajdaságban indult meg ugye az egyszerűsített honosítás, a kettős állampolgárságnak a kérdése, ami ugye 2004-ben el is vezetett a népszavazáshoz, akkor Kovács László, akkori külügyminiszter arról beszélt, hogy nem akarnak konfliktusba kerülni Szerbiával, és ezért nem vállalják fel ezt az egész kérdést, és rá pár napra a szerb külügyminiszter mondta, hogy igazából semmilyen konfliktus nem lenne ebből, tehát igenis támogatják ezt a magyar kezdeményezést, és ezt követően láttuk, hogy mindenféle ürügyeket felhoztak a szocialista kormányok részéről, hogy ne valósuljon meg az, hogy a határon túli magyarokhoz a nemzeti jogokat kiterjesszük. Tehát látszik azt, hogy itt egy igenis komoly törésvonal volt mind a baloldali és a jobboldali pártok között. Ugyanakkor most az látszik, hogy a demokratikus koalíció Gyurcsány Ferenc vezetésével még mindig próbálja ezekhez az eszközökhöz nyúlni, azonban látszik, hogy az MSZP és a többi baloldali párt, mint hogyha ismét törekedne arra, vagy újra törekedne arra, hogy nemzeti kérdésekben ne menjen szembe ennyire a magyar érdekekkel. Ugyanakkor látszik az, hogy erre még erős törekvéseket nem mutatnak, tehát szavak szintjén van valamilyen nemzeti minimum kialakulóban, ugyanakkor ezt még tettekben nem mutatták meg. Elég csak arra gondolni, hogy 2006 és 2010 között a magyar állandó értekezet például összesen ült, tehát összesen hívták a magyarságnak az egyik legfontosabb találkozóját, míg 2010-et követően egy nagyon komoly áttörés került ezeken a területeken, és az látszik, hogy a magyar külpolitikának az egyik legfontosabb kérdése a határon túli magyarság lett. Igen. Lejárt az időnk, uraim. Köszönöm szépen, hogy elfogadtak a meghívásunkat. Volna még bőven mit beszélni róla. Eddig tartott a Szemtől szembe, most jön Meszes Boglárka a 18 órakor kezdődő Híradó rövid ajánlójával, aztán a Híradóval természetesen. Én fél hét után jövök vissza újabb témákkal és újabb vendégekkel. Maradjanak az M1-el.